A mikrofonnál Tamás Csilla, Tudlik Harriet és a délelőtti stáb nevében is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt, és egyben köszöntöm kedves vendégeinket is itt a stúdióban, Pulai Andrást, a Publikus Intézet igazgatóját és Mindrok Tamás újságírót. Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A hallgatók már tudják, szokás szerint három témával jövünk. Itt nem annyira az újdonság a lényeg, bár most azért egy-két esemény a hétvégén történt, úgyhogy lehet, hogy a hallgatók nincsenek még képben, hanem inkább a véleményekre vagyunk kíváncsiak. Mindig próbáljuk úgy a partnereket összeválogatni, hogy azért innen is, meg onnan is jöjjenek érvek a különböző magyarázatokra, úgyhogy kezdeném is az első hírrel, ami aránylag friss, ugye pénteken az amerikai pénzügyminisztérium közölte, hogy megszakítja ezt az adómegállapodást, amit kötött ugye az USA és Magyarország még 1979-ben. Aztán ugye 2010-ben volt egy ilyen megújítás ennek a megállapodásnak, amit már az amerikai Egyesült Államok nem ratifikált. És az a kérdésem, hogy szerintetek mennyire, mert ugye azt azért lehet tudni, hogy itt mi van a háttérben, tehát hogy itt nem annyira az USA-ról és Magyarországról van szó, hanem inkább arról a globális minimum adóról, amit ugye most Varga Mihály megvétózott. És az a kérdésem hozzátok, hogy szerintetek mennyire relevánsak azok az érvek, amiket ugye a kormány felsorolt ezzel a vétóval kapcsolatban, vagy mennyire igaz az, amit egyes elemzők mondanak, hogy igazából ezzel Orbán csak szeretné kizsarolni az Európai Unióból azt, hogy megkapjuk ezeket a bizonyos helyreállítási pénzeket, amik nem akarnak nagyon jönni Magyarországnak. Hát szerintem a kormány érvei relevánsak. Magyarország szempontjából, tehát a Magyarország kormánya a magyar érdekeket nézi, és a magyar gazdaságnak nem az az érdeke, hogy a társasági adót növelje, még a nagy cégek esetében sem, hiszen tőke vonzó, beruházás vonzó képességünk ellenébe menne ez. Tehát nem érdekünk egyáltalán. Korábban is már jelezte többször a magyar kormány, már évekkel ezelőtt, hogy ez egy nem jó pálya, és nem fogja támogatni. Természetesen vannak, te itt zsarolásnak mondtad, illetve a sajtó, az ellenzéki sajtó zsarolásnak. Politikai játszmáknak mondanám én ezt. Természetesen biztos, hogy ez is benne van ebben a lépésben is, de több más lépésben is benne van ez. Hát hajózni kell egy olyan tengeren, ami nem éppen nyugodt. Maga ez a globális világadó nem biztos, hogy a legjobb pillanatban jön. Nem csak Magyarország számára, Közép-Európa számára nagyon rosszkor jön szerintem. Sokan húzzák is ezt a dolgot, tehát nem biztos, hogy annyira örülnek azok, akik mondjuk támogatják. Lehet, hogy Magyarország éppen ugyanazt jeleníti meg, mint az Európai Unión belül korábban már megjelenítette az orosz ellenlépések kapcsán az álláspontját, és hallgatólagosan Magyarország mögött több ország is ott lehet. Hát azért egy kicsikét szerintem ebben itt más a helyzet. Azzal részre egyetértek, hogy azt gondolom, Magyarországnak olyan szerződéseket és megállapodásokat kell kötni, ami az ország érdekét szolgálja. Nyilván az a kérdés, hogy ez a történet szolgálja az ország érdekét, illetve mi jutottunk oda, hogy esetleg elképzelhet, hogy bizonyos része lehet, hogy most nem szolgálja az ország érdekét. Ugye az egyik az, hogy azt mondtad, hogy ez egy versenyképességi előny Magyarország számára, hogy leviheti az adóját, ezzel egyet értek, ez kicsit egy versenyképességi előny, csak ugye ezzel Magyarország egy nagyon alacsony polcra pozícionálja magát a nemzetközi versenyben, a tőkér folytatott versenyben, és az olcsósággal, az olcsó jánossággal, a csórósággal próbálja ide vonzani a tőkét, és mondjuk nem a kiképzett emberfőkkel, a jól működő egészségügyi oktatással. Írország egy másik speciális helyzetben lévő ország, és egyébként teszem hozzá, Ciprus is ott van, de teszem hozzá, hogy Írország nem vétózta meg ezt a történetet. Annak ellenére, hogy ez neki fáj egyébként, ugye ennek az nem 9%-os az adó, hanem 12,5%-os, tehát az egy fokkal talán kevésbé fáj Írországnak. Talán ezért nem. Hát meg azért, mert ott azért az elmúlt 20 évben nagyon komoly beruházás történt a humán tőkébe, a oktatási rendszer, meg az egyéb egészségügyi rendszer és az egyébhez kapcsolódóan rendszerekbe. És hogy azt gondolom, hogy Magyarországnak ez... Más fejlődési ágban vagyunk, mint Írország. Ez is biztos. Ez is biztos, most de... mi kiinduló ponton vagyunk. Írország 20-25 évvel ezelőtt volt abban az állapotban,
amiben most mi vagyunk. Igen. Tehát azért nehéz összehasonlítani ezzel ezeket a dolgokat. Nem vitatkozom, azért ezzel vitatkozom, hogy nem Románia, nem Csehország, nem Szlovákia, nem Lengyelország, és nem a környező velünk együtt csatlakozott, az EU-s velünk csatlakozott ország az, aki vétózik, hanem Magyarország. Azért, mert ezek az országok viszont már tartanak ott, hogy azt gondolják, hogy ezt ők elbírják, és egyébként ők azért az elmúlt pár év alatt mondjuk legalább az Orbán kormány 12 évét értem, sem az olcsó jánossággal próbáltak a globális versenybe bekapcsolódni, hanem bizony a hozzáadott értéktermeléssel, bizony a kiművelt emberfőkkel, bizony a tudási rendszer fejlesztésével. És ebben ezek az országok... Románia esetében ezt megkérdőjelezném. Csehország is egy másik, Lengyelország is egy másik. Hát Lengyelország ugye Magyarország mögött volt még egy 15 évvel ezelőtt. A Gyurcsányéknak köszönhető, behozta azt a hátrányt. Azt gondolom, ez egy összetettebb probléma. Összetettebb, az a 8 év, az nagyon számított. Igen. Szerintem 12 éve... Csehország is akkor hagyott el minket, Szlovákia is akkor zárkózott föl. Szerintem 12 évvel a 8 év után nem biztos, hogy ráadásul szerintem még csak az sem igaz, amit mondasz, de hogy fókuszáljunk az előttünk álló feladatokra, az pedig az, hogy vajon jó-e, hogy Magyarország vétóz, és hogy Magyarország miért vétóz? Ugye ez volt a másik kérdés, hogy az EU-tól próbálja kizsarolni, vagy valamiféle játszmával megszerezni ezeket a pénzeket. Én kevéssé látom, hogy eznek ehhez köze lenne, de szerintem Magyarország itt a stratégiai hibát azért elkövetett, és az összefüggésben van az EU-val. Azt gondolta, hogy Amerikával is pont úgy lehet játszani, mint hogy az EU-val lehet játszani. Az EU-nak van egy relatív lassú döntéshozatali folyamata, amíg mondjuk például 10 évig elnézte az Orbán kormány demokrácia leépítését és korrupciós hálózatának a kiépítését, és aztán 10x év után elkezdett lépegetni, nagyjából egyébként mostanában. Amerikával ez nem így van. Amerika, hogyha egyébként korábban leütött, mert Magyarország ezt a dolgot egyébként leütötte, tehát megállapodott, sztorit az utolsó utáni pillanatban felrúgja, nem csak Amerika érdekével, egyébként teszem hozzá, hogy ez nem egy amerikai... A republikánus csak nem akarják, és ők fogják megnyerni az időközi választásokat majd novemberben, akkor már az Egyesült Államokban is máshogy fog állni ez a sztori. Tehát egy pillanatnyi helyzetet mondod a demokrata szemszögből, de azért ott vannak republikánusok is, akik erősebbek, mint a demokrata. A helyzet azért ennél egy fokkal tényleg bonyolultabb, ugyanis valójában ezt nem Amerika kezdeményezte. Ezt a történetet az európai államok kezdeményezték, részben Amerika ellenében, teszem hozzá. Tehát Németország kicsikét a oldalágon, de mondjuk Franciaország, Spanyolország, Olaszország és az Európa magállamok kezdeményezték ezt a dolgot azért, mert van egy csomó olyan globális nagyvállalat, big tech vállalatok, itt Facebookra gondolom, Google, meg stb. Akikre egyébként ez a történet vonatkozik, de üssünk el odáig. Szóval, hogy ezek a cégek, meg sok másik cég is egyébként, részben mondjuk például az ír adórendszer, meg a részben a magyar adórendszer, ami szintén adóparadicsomnak számít ebben a világban, luxemburgi adórendszer, megkerülésével és használatával, meg a kiskapuk használatával nem fizet be retentő nagy mennyiségű adót. Nagyon sok adót nem fizet be. És ezeket az országokat ez zavarta. Az OECD alapján, ami egyébként egy ilyen európai falsúlyú, európai központú kezdeményezés, globális gazdasági kezdeményezés, Magyarország is ügyetagja, nagy nehezen rávették. És az Egyesült Államok a legbefolyásosabb tagja. A legbefolyásosabb tagja, de hogyha az európai államok összeállnak, akkor az európai államok, csak a magállamok, nem is kell ide még Közép-Európa sem, csak a magállamok falsúlyosabbak ebben a történetben, mint az OECD. Az Egyesült Államok érdeke. Csak szeretném a kontextust megérteni. De ez a kontextus, csak a kontextust, amit te magyarázol, az nem így van. Egyesült Államok érdeke. Nem eleven, nem, az Egyesült Államoknak ez nem evidens érdeke. Ez fordítva történt, ez európai kezdeményezés, az Egyesült Államokat kimondtan nehéz volt ebbe a történetbe behozni. A Bidenről nem ezt látom, hogy nehéz lett. Kimondottan nehéz volt. El tudom képzelni, hogy őt 21% a társasági adó, ugye ezt most 15%-ra lecsökkentenék, igen, tehát hogy...
lehet, hogy ilyen szempontból. De én még azt is gondolom, hogy egyébként Amerika ennek a történetnek nettó vesztese. Nettó vesztese. Mert hogy a célcsoport az leginkább az amerikai nagyvállalatok. Nem csak, nem kizárólagosan. És ugye ez egyébként nincsen így. Tehát ugye Magyarországon nyilvánvalóan társasági adót kell emelni a nagyvállalatoknak, teszem hozzá, ugye nem is feltétlenül mindegyiknek, mert a társasági adó Magyarországon is sávos, tehát nem mindegyik vállalat érintett ebben a történetben, de azok, amelyik kivételt kaptak, és sokkal és egyéni elbírásba részesülnek, nyilván őnekik ezeket a kivételeket bizony ki kell vezetni, ilyen szempontból a Magyarországnak a történet veszteségetlen, de hogyha Magyarország nélkül kerül ez a történet bevezetésre, akkor Magyarországnak a történetnek triplán vesztese lenne, mert ezt az adót más országban ezek a cégeknek be kellene fizetni. Pont ez a lényege ennek a történetnek, hogyha valamelyik országban nem fizetik be, akkor ezt máshol be kell fizetni, és van egy második pillar, egy második oszlopa ennek a szabályozásnak, ami ugye újra osztja ezeket az adókat azokban az országokban, ahol ez egyébként nem kerül befizetésre. Teszem hozzá a tehát második oszlop. Tehát a saját anyaországban a fennmaradó részt be kell fizetni annak a cégnek a társasági adó részének. A 15% alatt esetleg elmaradt részt, azaz magyarul, hogyha ebben Magyarország egyedül kimarad, akkor ennek triplán vesztese lenne. Ez a szomorú helyzet. Szerintem árnyalt lesz a kép. A következő hónapokban sok minden el fog dőlni, és természetesen nem csak magában ezt az adó nincs még lezárva ez a történet. Nincs lezárva, természetesen. Igen, a franciák felvetették, meg nem tudom, hogy még kivetette fel, hogy Magyarországon kívül kellene ezt az Európai Uniónak megtenni. Ez kíváncsi vagyok. Tehát, hogy alapszerződésekkel ez, hogy megy. Viszont az adózási kérdések, azok szuverén döntési jogai a tagállamoknak. Egy ilyen adózási kérdés is. Most ez egy nagy kérdés. Igen, de ez nem egy EU-s kezdeményezés, ez egy fontos dolog. Ez nem egy EU-s kezdeményezés. Ez a tagállamoknak az egyéni döntés, az OECD tagállamok egyéni döntése. Úgy, hogy egyébként még az OECD 38 országán túl még Európai Uniós döntés, vagy nem Európai Uniós. Ez nem Európai Uniós döntés. Ez az OECD országoknak. Ez 140 ország. Ezért úgy. Hát az 38 ország, plusz még csatlakozott hozzá 102, de igen, tehát hogy ennek a 140 országnak a szuverén döntése, hogy ebbe besatlakozik, és ugye akik kimaradnak, ugye ezek a kis Kajmán-szigetek, meg ezek, azok a klasszikus adóelkerülő szigetek. Meglátjuk. Plusz ugye az európai világban ugye Ciprus az, aki ebből a dologból kifelé kacsingat, aki egyébként szintén egyfajta hát adó elkerülő intézményrendszert működtet. Nyilván ők ugye duplában a helyzetben, mert Oroszországból való kitettség az, igen, az ott elég nagy, és most nagy. Onnét is jönnek a problémák. Tehát, hogy kérdés, hogy ebben a történetben Magyarország egyedül marad, de jelen pillanatban úgy tűnik egyébként, hogy egyedül marad, és hát ugye visszakanyarodnék a legelső mondatomhoz, vagy az első gondolatomhoz, hogy hát itt bizony, hogyha nem Európai Unió behemót, lassú döntés adatai folyamatával néz szembe a magyar kormány, akkor bizony egy pillanat alatt lyukra fut, és pillanat alatt egy óriási pofont tud kapni. Nem most lesz a döntés. Tehát novemberben ez egy másfél éves Egyesült Államok. Igen, egyszer már elfogadtuk, aztán most megvétóztuk, tehát hogy azért megy, ez egy nagyon képlékeny dolog, és ugye van egy pontja, amire, hogyha belemennek, ugye, hogy ott adózzon, ezek a multicégek ott adózzanak, ahol keletkezik az a bevétel, akkor Magyarország is belemehet ebbe. Tehát még azért ez nincs lejátszva. Nagy kérdés az, hogy mi lesz novemberben. Többször céloztam rá. Az egy fontos választás az Egyesült Államokban. A Biden, az elnök, az adminisztráció megbénulhat. Tehát ilyen nagy döntéseket nem fog tudni végigvinni az Egyesült Államok. A republikánusok viszont nem is támogatják. Igen. Ezt. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos választás lesz. És hogyha az Európai Unió, vagy az európai tagországok, nem mint uniós döntés, hanem több európai uniós tagország bevezeti, akkor előre fut. Tehát itt globális adóról beszélünk. Na most nem lesz globális adó. Tehát, hogyha az Európai Unió ezt meglépi, vagy az Európai Uniós tagországok, akkor hátrányba kerül például az Egyesült Államokkal szemben is. Vagy ugye nem feltétlenül, mert Egyesült Államokban magasabb a társasági adó, ugye az ott 30%-os nyomat államonként változik, hogy mit lehet azzal szembeállítani. Az is egy bonyolult helyzet. De Ázsiával szemben például az Európai Unió még nagyobb hátrányba kerül majd. Ázsiával szemben nyilvánvalóan, de ugye Ázsiával szemben eddig sem az adóelőny volt az, ami az Európai Uniónak a versenyelőnye volt, hanem pontosan az a humántőke, amiről az elején beszélt, mondjuk Magyarország az elmúlt 12 évben elfelejtett fejleszteni. Summa summarum, ebből
nem lesz semmi. Szerintem itt lyukadjunk ki itt a végén. Igen, meg ez az olcsó jánosságra, azért még lett volna egy-két gondolatom, de megyünk a hát következő ez a legnagyobb témára. Problémája az országnak, és ez a csapdahelyzet, de Magyarországon ezért ekkora az infláció. A startpisztoly most dördült el. Ezért ekkora az infláció. 30 évvel ezelőtt dördült el. Tehát, nem, most dördült el a startpisztoly, ne viccelj. 25-30 évvel ezelőtt, de nem. És ugye Magyar, ezért ekkora az infláció, mert Magyarország az olcsó jánossága játszik, ezért van... Azért mezőnyben vagyunk. Akkor a balti államok is olcsó jánosak, ott még magasabb. Balti államok speciális esetben vannak, mert ugye ők Oroszországgal direkt határosak. Hát persze, de Magyarország meg lehet indokolni, Magyarország nem a középmezőnyben, hanem az alsó harmadban van, és ugye a másik fontos néző az pedig a forintnak a leértékelése, ami mióta Orbán kormány hatalma van, 40-45%-kal leértékelésre került, még a hrivnyával szemben is ugye rosszabb állapotban van. Ami az exportnak nem tesz rosszat. Biztos, az állami bevételeknek sem tesz az embereknek rosszat. Viszont nagyon rosszat tesz, és a magyar cégek nagy részének is nagyon rosszat jár, tesz. Vagy valahova, mondjuk ne, Horvátország rossz példa, mert még nincs euró, de nem sokára lesz, de hogyha Nyugat-Európában jár minden nap, természetesen annak rosszat. Hát meg aki mondjuk szlovák tejet iszik, mondjuk például a magyaroknak a 90%-a, hiszen a tejipart is sikerült elégetni az elmúlt időszakban, és kénytelenek vagyunk Szlovákiába és Magyarországból tejet hozni, ami nyilvánvalóan 50-70%-kal drágult az elmúlt körülbelül 2-3 hónapban, vagy hát mondjuk fél évben. Igen. Most visszahúzom a fókuszt a globális világból egészen a fővárosig, Budapestig. Ugye én most egyetlen egy példát hozok csak, az nagyon sokkoló volt számomra, hogy ugye lángolt egy busz szombaton, éjszaka kigyulladt egy 80 embert szállított, szerencsére személyi sérülés nem történt. Csak azért ugye fővárosi lakosként ugye az emberben megfordul ez a fejében, hogy akkor most ilyen állapotban vannak a buszaink. Megnéztem Karácsony Gergely Facebook oldalát, ugye hát nyilván erről szólt, és ugye azt mondta, hogy végletekig előregedett a budapesti buszállomány, és aztán még sok mindenről volt szó, ugye arról is, hogy pont pénteken kötött a főváros egy szerződést, de itt sem... 150 új buszra. 150 új buszra, de ugye írta, hogy vagy 500 kellene, vagy még plusz 500 kellene. De ami nekem az egy... fél mondat az, ami mindig ott van ilyenkor, hogy ugye a kormányzati elvonások miatt van ez a probléma. Ez mindig elhangzik. A kérdésem az hozzátok, hogy ti hogy látjátok, hogy alkalmatlan a városvezetés, mert ugye itt nem csak a közlekedésről van szó, hanem itt a közszolgáltatásról, a köztisztaságról, stb. Hogy alkalmatlan a városvezetés, vagy tényleg ennyire kivérezteti ez a kormány a fővárost bosszúból, és ezért nem sikerül úgy kormányozni a tökéletesen alkalmatlan. Tökéletesen alkalmatlan. Látjuk az utcák állapotát, látjuk a köztisztaság állapotát, látjuk azt, hogy élhetetlen a város, tehát a dugókat te is tapasztalod, bár motorral jársz, neked könnyebb igen, a helyzetet. Egész más. Én a felültások miatt keveredtem most dugóba, hát, és örvendek, hogy a 13. kerület az ilyen feszesen képes, még ebben a nehéz helyzetben is felültásokat előrevinni. Talán nem egyszerre minden felújítást egyszerre csinálnának, akkor talán lenne. Ugye az könnyű lenne, hogyha Magyarország is egy évszak lenne, és mindig nyár lenne, akkor szét lehetne hozni egész évre a felújításokat. Tél lehet nyár. Én azt mondom, nyáron a nyári szünetben könnyebb a felújításokat megcsinálni. De ember, hát ugyanez van összerint. Én viszont azt veszem észre, hogy két gond van, hogyha vannak felújítások, még csak nincsenek felújítások. Szerintem azért meglehetősen nehéz, hogy van sapka, nincs sapka történet. Nem a felújítás, csak ne egyszerre. Ütemezés, igen, persze. Ugye teszem hozzá, a 13. kerület újít fel, és nem a főváros, de a környező utcákban legalábbis. De hogy hát ugye egészen elképesztő mennyiségű pénzt vont el az Orbán kormány az önkormányzatoktól. Nagyjából megfeleződött Budapest. Nagyjából megfeleződött a főváros költségvetése. Hogy emelkedik az önkormányzatok támogatása, meg a helyi adó is. Nagyjából megfeleződött az önkormányzatoknak a költségvetése a tarlós időszakhoz képest, főváros költségvetése, ami egészen drámai mennyiségű elvonás jelent. Körülbelül olyan 100 milliárdos lyuk van a főváros költségvetésében, és a 100 milliárdból 120 milliárdot vagy 150 milliárdot a kormányzat vont el. Egy. Kettő. Sajnálatos módon a buszok kimondta rossz állapotban vannak, nem most kezdtek el kiégni. Tarlós ideje alatt
szerintem sokkal több busz éget ki, mint karácsony ideje alatt. Akkor is kiéget, de azért pont sokkal több, azért sokkal még több, a statisztikákat nem olvastuk sokkal el, több busz éget ki. Meg fogjuk nézni. És azért engedhetem meg magamnak ezt a fordulatot, mert például a Taros sokkal hosszabb ideig volt főpolgármester, mint karácsony. Szerencsére. Úgyhogy eleve sokkal több ideig, sokkal több busz éget ki, de hogy egyébként ez nem most kezdődött ez a történet. És igen, már emlékszem, még a híresen jól sikerült Taros vitézi időszakban is folyamatosan azon ment a púrpárlé, hogy hát hogyan lehet a buszállományt megújítani, és a Taros-Vitézi duónak, akik olyan jól megértették, és olyan jól működtek együtt, sem sikerült Bruce-Fremont megoldani, azaz sikerült erőlépéseket tenni, egy módon behozni Széles Gábornak a cégét, ugye az Arriva Kft. Az ugye 50%-ban Széles Gáborhoz kötődik. És mi van a Tüttőkata volt férjével, aki ugyancsak buszokat összegrundolt egy céget, és buszokra szerződött, azzal az ügyel mi van? Hogyha jól tudom, akkor... Nem volt feljelentés. Hogyha jól tudom, hogy semmilyen cég. Mindenáltal az Arriva néhány száz buszt üzemeltet Budapesten, pontosan azért, mert egyébként a BKV a BKV nem tudott már hiteleket felvenni, mert olyan szinten eladósodott volt, és az állam ugye a Európában szokásos egyharmad-egyharmad-egyharmados finanszírozásban nem száll be. Ugye egyharmad állam, egyharmad önkormányzat, egyharmad utasok. Magyar állam jelen pillanatban 8%-át finanszírozza az egyharmados ökölszabály helyett a BKV-nak, ugye budapesti közösségi közlekedésnek, így pontos talán, és ennek okán ekkora forráselvonás mellett, és ekkora kivéreztetés mellett, és kihelyeztetés mellett szerintem az a csoda, hogy ilyen kevés busz ég fel, és az a csoda, hogy nem történt nagyobb probléma még, és az a csoda, hogy egyébként mondjuk a főváros tudja fejlesztési programját, bármennyire is zavarja ez a közlekedőket, tudja fejlesztési programját folytatni, és nem fog lerohadni zéróra az infrastruktúra alatt, a városlakók alatt a következő időszakban. Egy picit magadnak mondasz ellent, mert ugye akkor ezek szerint folynak felújítások, itt ugye nem is ezzel van a gond, hanem az ütemezéssel. De az egyébként gond van, mert hogy sokkal kevesebb felújítás folyik, mint aminek folynia kellene, pontosan azért, mert ki van szedve a pénz az önkormányzatból, és tovább megyek, nem csak az, hogy el van múlva 100 plusz milliárd forint, hanem az önkormányzati törvény értelmében, mint a Fidesz hozott létre, mondjuk például a hitelfelvételt is engedélyeznie kell a kormánynak. Még nagyon jó. Nem engedi a kormány a fővárosnak a hitelfelvételt. Ami a budapestiek érdekében. Ami ugye EBRD hitel lenne, meglehetősen kedvezményes, sokkal kedvezményesebb, mint a jelen pillanatban 15%-os hitel, amit forinton föl lehet venni, sajnálatos módon az egészen durván elszálló inflációnak. A tegnapi Nemzeti Bankos inflációs adat 13,8%-os maginfláció, ami, hogyha már a Nemzeti Bank ezt mondja, akkor valószínűleg körülbelül a 30 körül van az érzékelet és a valódi infláció. Ugye mi mérjük a valódi inflációt. Nyakló nélkül vennénk a hiteleket föl, mint Budapest szeretné ezt tenni, amikor Demszky Gábor volt a főpolgármester. Utána melyik kormánynak kellett átvállalni ezeket a hiteleket? Az Orbán kormány vállalta át, nem csak Budapesttől, ez tény. Ez egy nagyon izgalmas történet, mert mondjuk például... Igen, de bocsánat, mondjuk, csak Pécs városa, amelyiket ugye egy bizonyos Páva úr nevű fideszes polgármester vezetett, lényegében kormányzati bábáskodás alá került, ilyen, mert nem volt példa az elmúlt 30 évben, hogy egy kormány átfej egy városvezetését, mert annyi pénzt égetett el, és annyi hitelt vett fel. Teszem hozzá ugye az, hogy akkor éppen fideszes vezetésű városok eladósodtak, annak egyetlen egy oka volt, politikai oka volt, az, hogy a Fidesz abban Budapestet az időszakban... Budapestet is a Fidesz vezette. Abszolút, igen, nem, igen. Abban az időszakban a Fidesznek az volt a politikai túlélésének az áloga, hogy a saját politikai manővereit az önkormányzati szintről finanszírozza. Ennek okán eladósította az önkormányzatokat, amit aztán később állami, amit aztán az összes önkormányzatot, amit hát aztán... Hogy adósította el, hogy nem aztán, ő vezette? Hát 2010 előtt MSZP-SZDSZ. Ki emlékszik már, mi volt arra 2010 előtt? Hogyha a politikai mantrát fel tudom mondani, akkor nem érdekel. Én ugye Pécsről beszélek, és Páva polgármester úr, hogy most Pécset egy kicsit. De nem lehet, hogy ebből okulva történt ez, hogy akkor ne legyen az, hogy hitelt vesz. Nem lehet, biztos vagyok benne, hogy nem lehet. Ugye a Fidesz látta, hogy ez egy politikai erőforrás, hiszen maga abból építkezett, meglehetősen sok város adósított el konkrétan, majd utána ezt kompenzálta, majd
majd utána meglehetetlenítette. De Budapest volt a legnagyobb arányban, amit átvállalt. Nem, Pécs. Nem, Pécs volt. Nem. Pécs volt. Konkrétan Pécs csődbe ment. Tehát Pécs gondnokság alá került. Nem tudom az adatokat, de meg kell nézni természetesen. Pécs konkrétan gondnokság alá került. Budapest volt. És ráadásul Orbán kormány vette gondnokság alá Pécset. Tehát még Orbán kormány is saját maga elégedetlen volt Pécsnek a tevékenységével. Pécset 2009-től volt fideszes polgármester. 2009, mert időközi választás 2009. Ezt meg lehet nézni. 2009-től volt előtte, MSZP irányítású volt Pécs, csak a tények kedvéért. De hát nem. Magyarul, amiket mondasz, az blabla, meg politikai motivációjú duma, ez nem így volt. Na, szóval, de én vissza akartam térni arra, hogy ugye itt a tömegközlekedés és a város közlekedése szerintem a legfájóbb pont. Mert Budapesten közlekedni autóval nem lehet, bicikli utakat építettek teljesen fölöslegesen, nagyon is kell támogatni a biciklizést, nagyon is, de télen például nem lehet támogatni a biciklizést, a családok nem fognak biciklivel iskolába menni, amikor zúg a hó, vagy a havas eső. Tehát, én ezt nem is gondolom a családoknak. De hát a Karácsony Gergely valahogy így gondolkodik. A családok egy része egyébként szívesen megy télen is biciklivel, és viszi a gyereket is a csomagtartón a biciklivel. Ha nincs rossz idő. De ha rossz idő van, akkor beülnek az autóba. Kutatási eredményt, a század végének a kutatása. Azt hittem a miénket, majd jött ki pont. Mivel kapcsolatban? A főváros néhány intézkedésével kapcsolatban. Komolyan. Jaj, a Népszavát én is olvastam, ott van benne. Igen. A század végén péntek, úgyhogy azt még meg tudtam nézni itt a beszélgetés előtt. Az hozta ki, és akkor kíváncsi vagyok, hogy a ti kutatásotok mit hozott ki, hogy 10-ből 6 budapesti leváltaná Karácsony. Tehát csak mondod, hogy a családok szeretnek... A kérdés feltevés meg tudnád mondani, amit a század vég feltett? Mert az érdekes. Meg tudom nézni, most ezt én nem írtam ki magamnak, de nagyon tendenciózus volt, és nagyon irányított volt a kérdés feltevés, csak azért. Tiétek nem az. Miénk az furcsa. Semleges szerencsére. De az a jó, most akkor tud ütközni, tehát én nem is tudtam, hogy nektek jó. Akkor kész, és ma jelent mi meg. Nem, mi az is néhány jó volt az eredmény, hogy a választások előtt kommunikáltál, az is jó volt. Mi néhány szakpolitikai intézkedést... Megtört a Fidesz támogatottság. Mi néhány szakpolitikai intézkedést mértünk, mondjuk például azt, hogy mennyire értenek egyet a vásárlók azzal, hogy a fővárostól az állam átvesz területeket, lenyúlja ugye a Podmanyinszki teret, a Széchenyi teret, és még van egy a Vörösmarty teret. Odaadja az önkormány, helyi önkormányzatnak adja oda, nem igen, lenyúlja. Igen. Így készülnek a felméréseitek is, és a választóknak a 60%-a az nem ért egyet azzal, mivel? Hogy... Hogy a helyi önkormányzat megkapja. Azzal, hogy az állam, az ugye vagy így van, vagy nem, azt ugye nem tudjuk. Figyelj, aki nem foglalkozik a terekkel, az a budapesti fővárosi önkormányzat. Ezért kell elvenni tőlük, hogy a helyi önkormányzat tudjon vele foglalkozni. Tisztaság legyen. Például. Értem. Tehát akkor ti nem végeztetek ezzel kapcsolatban. Csak említetted, hogy ugye hogy a budapesti családok mit szeretnek minden, de azért látszik, hogy azért 6, tehát 10-ből 6, tehát 62% pontosan, aki viszont leváltaná Karácsony, tehát ezek a biciklisávok, meg minden, ami tényleg támogatandó, meg oké, hogy... Nem, egyébként támogatják is a városlakók, az a helyzet, hogy a biciklisávoknak a kiterjesztését a budapestek többsége támogatja. Csak nem ott. Egy ahol vannak. Ott szeretnéd, ahol már vannak? Ott legyenek biciklisávok, ahol már vannak? Tehát a nagykörúton teljesen fölösleges ott a biciklisáv, mert az csak idegőrlő. Miközben látom, hogy egy biciklis nem megy el az ételhordárakon kívül. Mert ők nem biciklisek? Na jó, de hát de miért biciklis? Azért, mert dolgozik. Azért biciklis. Nem a biciklizést, mint hú, ez zöld program. Nem azért. Ugye nem biztos, azért biztos láttad az ezzel összefüggő statisztikákat. Nem azért, hogy megéljen. Kétszeresére, háromszorosára növekedett a kerékpárral közlekedőknek a száma a Budapesten. Biztos, ha motorral jársz, akkor látod, hogy napközben hányan mennek el ott. A motorosok természetesen, meg a biciklisek. A motoros pedig nem mehetne ott. Nem tudom, hogy te jársz-e a biciklisával. A Kresszerről más mond egyébként. Nem biztos, hogy a Kressz értelmezésébe kell most foglalkoznunk, de... Jó, de azt megállapíthatjuk, hogy kevesen használják ezeket a biciklisávokat. Ugye kétszeresére, háromszorosára növekedett az alsó hangon a biciklisávoknak a használata, attól függően, hogy éppen a városnak melyik területén vannak. A belvárosiak sokkal nagyobb arányban növekedtek, mint a külvárosiak. Egyébként a három leg használtabb bicikli útvonal, az egyik a Dunai útvonal, a Dunapesti, bocsánat, a Duna-Bunai oldalán,
A másik a kiskörúti bicikliút, ugye, ami a múzeum körútat jelenti. A harmadik pedig az úgynevezett nagykörúti, az a körúti bicikliút, amit te olyan nagyon kritizálsz. És egyébként, valóban az a bicikliút, amit a budapestek legnagyobb arányban kritizálnak, teszem hozzá, sőt az összes többinek egyértelműen pozitív a támogatottsága. Az az egy, ami mondjuk billeg, ilyen 50-50%-os támogatottsággal bír, az összes többi az 80%-os támogatottsággal bír. Tehát valójában összességében ez a nagy hajcihő körülbelül 3-4 kilométernyi, pontosan mennyi a körút, 3-4 kilométernyi bicikli sávról szól. Szerintem sem miközben ugye, hát ugye téged idegesít, de ugye azt fontos észrevenni, hogy a budapestieknek körülbelül a 40%-a az, aki elsősorban autóval közlekedik. Magyarul a budapestiek 60%-át ez a történet eleve nem érint. Az agglomeráció, hogy vegyük ehhez, mert nagyon sokan autóval járnak be, teljesen logikusan. Az egy nagyon komoly probléma egyébként, sőt ez okoz a legnagyobb problémát, de hadd fejezem be a biciklisáv történetet. Szóval körülbelül 40-45%-a autós, akik elsősorban autóval közlekedik a városban. Magyarul ez az 55-60%-ot ez a probléma eleve nem érinti. Olyanról beszélgetünk, amit látunk nap, mint nap, hogy nem használják ezeket a biciklisávokat. Nem használják, exponenciálisan növekedik a biciklisáv használata. Persze, az ételhordárok, persze, hogy használják, meg a motorbiciklisek. Igen, de nem látok, mert nem is biciklizhet, hogyha iskolában van. Vagy a családapa dolgozik, hát vagy az anya dolgozik. Van, könyörgöm. De nem most, mondom, hanem tavasszal, vagy ősszel. Télen meg főleg akkor meg iskolába mellett, munkába mellett, és de munkára. Is, bármilyen mert... furcsa, és munkára használják. De sajnos nem tudtam befejezni a biciklisáv történetet. És ugye van körülbelül 40-45%, aki elsősorban autóval közlekedik. Őnekik körülbelül a felük a hétköznapokon általában nem jár a belvárosban, tehát őket ez a történet nem érinti. Magyarul a budapesti autósoknak körülbelül a 20%-át, budapesti lakosoknak, körülbelül a 18 év feletti lakosoknak körülbelül a 20%-át érinti ez a történet, és az ő többségük ezzel nem ért egyet. Ezt én elfogadom, csak hogy ugye van a fővárosnak egy filozófiai elképzelése, hogy hogyan alakítsuk át a belváros, és azt mondják, hogy a belvárosban szorítsuk ki az autót. Lényegében nincsen szükség arra, hogy autóval közlekedjünk, mert az nem arra való, hogy autóparkolónak használjuk, meg annak használjuk, hogyha valaki, nem tudom, Gödöllő felsőről bejön autóval, akkor az ott parkoltassa egész nap, és utána kimenjen. Kellene parkolóházak, meg parkolókat kellene építeni. Szerencsére épülnek, én például pont parkolókat nem építenek. Én például most parkoltam Kőkén egy P+L parkolóban, nagyon, nagyon hatékonyan és ügyesen, és költséghatékonyan tudtam megoldani. Most épül egy rettentő nagy, ugye például a Mexikói út, nagykörút kereszteződésében. Igen, a kormány beruházás. Hát ugye mivel mindannyian tudjuk, hogy a főváros mennyit épített? Ugye mivel el lett véve a fővárostól az összes forrása, ezért azért sajnálatos módon nagyon minimálisan tud építeni. Én nem emlékszem egyre se, az állam. És tovább megyek. Igen, dezinformációk hangoznak el, hogy az összes forrást elvett. Tehát most valami 170 milliárd körül lesz az iparüzési adó, mint forrás. Tehát gépjárműadó bevétel teljesen. Most tudom, hogy azt mondta, hogy semmi forrás nincs. Hát megfelezte a fővárosi forrásokat. Az gépjárműadó adóbevételt teljes mértékbe bevette. Nőtt az iparüzési adóból befolyt bevétel. Mert az infláció az egekben van. Mert az infláció az egekben van, ennek akár minden adóbevétel nő. Nem biztos, hogy ennek egyébként örülnek a vállalkozások. Akkor csökken valójában? Vagy most ebből kihozni? Tehát a gépjárműadó bevétel az teljesen elvonásra került. A nyereségesen működő közmúcégek meglettek adóztatva, akik egyébként a nyereségüknek a nagyon nagy részét visszafolytották fejlesztésre. Ennek okán mondjuk például vannak 80 éves csővezetékek a városban, és az avulás, a vízvezetékeknek az avulása, az körülbelül 10-szeresre felültási rátának. Azért, mert az ormányban nem lehet a pénz. Amellett beszélsz, hogy az állampolgárokra terhelje, mondjuk adót, a profitadónak a nagy részét, azt ne a cégek fizessék be, hanem az állampolgárok? Szóval úgynevezett szolidaritási adót vetett ki a
az Orbán kormány, ez lényegében egy új adó, előtte ilyen szimbolikus jelentősége volt. Lényegében új adóként szolgáltatási adót vezet ki a fővárosra és a magas adópotenciál rendelkező településekre, hatalmas mennyiségű pénzt elvonva. Magyarul összességében a fővárosban megtermelt gazdasági teljesítménynek körülbelül az 1,8%-a marad a fővárosnál, és a 98,2%-ot, csegrendi számokról beszélek, az elvonásra kerül. Miközben mondjuk Bécsben ez a szám körülbelül 20% környékén van, és általában az európai uniós adat az valahol 50-20% között szorodik. Tehát például Bécs, amit egyébként a legélhetőbb városnak választotta globálisan múlt héten vagy két héttel ezelőtt, a saját maga által megtermelt adópénznek a 20%-ából gazdálkodik, Budapest kevesebb, mint kettőből. De miközben most, ez sem volt magas, korábban is körülbelül 5% körül volt, de most ez a felére visszament. Az egész adózási rendszert és az egész állami felfogás rendszerét az adózásban, meg a különadó rendszerében meg kellene változtatni. Ezek szerint nem a cégekre kellene terhelni az adókat, hanem hát rajtuk kívül kik vannak? Az állampolgárok. Én ilyet nem mondtam, ezt nem mondod. De te én ilyet nem mondtam. Én levezetem a te logikádból, hogy a kormány rosszul csinálja. Ezek szerint máshogy kellene csinálni. A kormány rosszul csinálja. Az állampolgárokra kellene terhelnie. A kormány politika jogból. Például Nagy-Britanniában, hogy egy évben másfél milliós rezsiköltségük legyen a magyar állampolgároknak. Ezek szerint. Ez nem hogyha tudom, nem hogy a cégekre ide. Terheli a profitadót, hanem mondjuk a állampolgárokra, akkor megnöveli a rezsiköltségeket. De most akarja a cégektől elvenni az adót a globális adó megvétózásával, és nem akarja a cégekre terhelni az adót. Hát de most össze-vissza, most hát utálunk össze-vissza. Te kardoskodtál, mert hogy milyen jó dolog, hogy nem kell a cégnek adót fizetnie. Azért, mert jöjjenek és munkahelyeket teremtsenek. Értem. Nem? Tehát akkor mégsem kell a cégekre az adót terhelni. Ezek szerint akkor az ellenzék szerint azt emelni kellene, és minél kevesebb befektető kellene Magyarországra. Az ellenzék teljesen egyértelműen nem ezt mondja. Most én is kifordítom a logikát. Az ellenzék teljesen egyértelműen nem azt mondja. Az ellenzék azt mondja, hogy azok a települések, amelyek ellenzék vezetés alatt vannak, azok az adópolitikával büntetve vannak, és a kormánypárti vezetésű települések... De hogy vannak büntetve, hogy a helyi adóbevétel mindig nő? Az elmúlt két évben nő. De ez nem igaz. A vidéki városokban is, Budapesten is. Ez tényszerűen nem igaz. Csak például Szombathelyről beszéljünk, Szombathelyen, aminek ugye körülbelül 20 milliárd forint az adófelvétele. A helyi adóbevétel az nagyjából felére csökkent, kicsivel több, mint ez, kb. 55-60%-ára csökkent a taros érához. 200-as sába volt a helyi adóbevétel. Akkor nem csökkent a felére. 164, 19-ben, tehát a Covid előtt. Tehát most gyakorlatilag visszamentünk a 19-re, és még egy picit még fölötte lesz, úgy tűnik. Tehát a fővárosok azért a 15%-os mért, illetve 30%-os volt inflációt ne adjuk ebből a történetből. Persze, mindent ki lehet okozni, meg... De hát könyörgöm, a Nemzeti Bank tegnapi a számai, hát ne viccelj, 13,8%-os meginfláció, miközben egyes termék esetében 50-70%-os infláció. Adóbevételről beszélünk, amit a cégek az infláció az nagyon erősen pörget az adóbevételeket. Ez az egy szerencséje van az Orbán kormánynak, hogy elkerüli azt a... De tavaly ilyenkor még nem volt ilyen az infláció, amikor befizették ezeket az adókat. Tavaly ilyenkor? Tavaly ilyenkor körülbelül 7%-os infláció volt, a Nemzeti Bank akkor körülbelül olyan 5-5 mért. A bevétel és az infláció ilyen szorosan nem kapcsolódik, elég szorosan kapcsolódik. Éves bevételről beszélünk. Egy év alatt mennyi jött be a cégektől, a magánvállalkozásoktól? Hát, ugye eleve az iparizási adót ugye két részet be kell fizetni, van egy előfeltöltés, meg van az utólagos befizetés, tehát ugye az sem egy éves adó, hogyha úgy nézzük, hanem két évente kétszeres adó. A 164-től, ami 2019-ben volt, az annál is több. Még a főváros kalkuláció azt hiszem 167, és akkor egyes, nem tudom, szakemberek... Mert politikai kampány ment, hogy a kormány elveszi a helyi adót. Hát mert elvette, hát, ugye. Persze. Jó, én ugrok a következő témánkra, mert itt nagyon-nagyon szalad az idő, és újra visszatérnék Európa és Magyarország kapcsolatára. A parlamenti határozati javaslatot nyújtott be négy kormányoldali képviselő azzal kapcsolatban, hogy szuverén államokra épülő alapjaiban átalakul Európát szeretnénk, vagy tehát arra tettek javaslatot. Ehhez még hozzájön egy ilyen hír is, hogy most a Magyar Hírlapnak adott az FPÖ, az osztrák FPÖ elnöke egy interjút, amiben azt mondta, hogy nagyon dicsérte ugye Orbánnak az egész politikát,
politikáját és gondolkodását, és ugye a konzervatív és hazafias pártok európai szintű egyesítésében Orbánnak egy ilyen fontos szerepet szán, és egyébként olvasom a te, vagy a ti kutatásaitokat is, mert ide jön egy olyan adat, ami nem közvetlenül, de azért kapcsolódik ide, hogy ugye ti azt mondjátok még egy májusi kutatásban ugyan, hogy 10-ből 6 megkérdezett, ugye 62%, értett inkább egyet azzal az állítással, hogy Magyarország az értékek tekintetében hagyományosan a nyugathoz tartozik, ezért a jövőben a nyugat felé kell törekednie. És ugye tényleg ez van a fejünkben, de szerintem mindannyiunkéban, hogy igen, az értékeket tekintve, legalábbis a klasszikus értékeket tekintve, most amilyen értékek kezdenek kibontakozni, azt nem tudom, az lehet, hogy kérdőjeles, de hogy valóban nyugathoz tartozunk. Ami nekem így megütötte a szememet, ami egy zárójeles dolog volt itt ebben a kutatásban, vagy ebben az eredményben, hogy februárban ez a 62% még 82% volt. Tehát, hogy itt valami történt, nem is olyan sok idő alatt. Háború történt, meg politikai kampány történt, és az Orbán kormány ráült erre a történetre, és elkezdte feszegetni ezt a kérdést. Mi? Ez történt, és az érdemi, hogyha megnézed az adatokat, mert összehasonlítod a február és a május adatokat, akkor, vagy március, nem hiszem, emlékszem pontosan, akkor látod, hogy a mozgás az egyetlen dologból fakad, a Fidesz szavazóknak az elképzelése ebben a kérdésben tolódott. Magyarul a kormány a kommunikáció, meg Orbán Viktor, meg a Fidesz a kommunikációval érdemi hatása volt a Fidesz szavazókra, de egyébként a többiek ebben nem változtatták meg a véleményüket. Jó, nekem egyébként a kérdésem az lenne, hogy ugye látjuk, hogy milyen irányba megy Európa, hogy szerintetek van-e arra esély, hogy összefognak azok a konzervatív, és ugye hazafiasnak nevezte itt az FP elnöke ezeket az államokat, hogy összefognak-e, és lesznek egy olyan jelentős erő Európában, hogy tudnak ezen az irányon még visszafogni, módosítani. De hát nem és akarnak. Ha nem, akkor... Nem akarnak. Ugye egy nagy klasszikus hadd idézek itt, van a Magyarországnak egy oly kitűnő miniszternek, aki azt mondja, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. És ez a politikai határozat, ez egy lufi, tehát ez a mondok kategória, ennek nincsen semmilyen közjogi, meg semmilyen kötőereje. Amit csinálok, az viszont ezzel 180 fokban szembe megy. Az elmúlt 12 évben az Orbán kormány legalább 4 tucat olyan szavazáson szavazott az Európai Unióban, parlamentben, bizottságban, bárhol, ahol lehetett, ezen elképzelés ellen. Magyarul nem a szuverén országok Európáját erősítő döntéseket hozott. Tehát te úgy érzed, hogy a föderális Európát támogatja? Teljesen egyértelműen mondok kiragadva random módon pár... Ne haragudj, de. De figyelj, na. Például az Orbán kormány támogatta azt, hogy az Unió közösen vegyen fel hitelt. Ami eddig nem volt így. Nem támogatta. Az Orbán kormány támogatta, megszavazta, támogatta. Az Orbán kormány és most kuncsorog azért a pénzért. Nem támogatta. Most kuncsorog azért a pénzért, elkerülendő az államcsődöt, meg azt, hogy összedőjön a forint. Támogatta és megszavazta. Az Orbán és most kuncsorog azért a pénzért. Mr. Eumanninak kineve, van erre külön miniszterünk, hogy kuncsorogjunk a pénzügyek, Navracsics Tibor, akinek az a feladat, hogy kuncsorogjon ezért a pénzért. Nem, hogy az a feladat, hogy tárgyaljon, nem kuncsorog. Hát ilyen, ez egy... Tárgyal, hogy politikai döntésből fakadóan nincsen hatásköre. A magyar szuverén álláspont ellen Brüsszelben hozott határozatok miatt... Orbán Viktor megszavazta, ne vicceljünk már. Ne kapjuk hát meg azt a beszélünk. Pénzt, ami jár Magyarországnak. De hogy erről ugye, beszélünk. De hogy Navracsics Tibor elmondta egy kommunikációsan gyenge pillanatában, hogy ez miért van. Azért van, mert Magyarország leépített a demokráciáját. Ezt mondta, hogy neki, Magyarország... akivel tárgyalt, ezt mondta. Tehát akkor de ne forgass ki akkor a szavait, van. Mert nem erről, nem ezt mondta. Tehát akkor most Navracsics Tibor tárgyal, vagy kocsmázik Brüsszelben? Mert hogyha kocsmázik, akkor ezt mondják neki, hogyha tárgyal, akkor komoly emberekkel beszélgetnek, és neki komoly dolgokat mondanak. De nem ő mondta azt, hogy Magyarország politikája miatt nem kapjuk meg a pénzeket, hanem neki mondták ezt, hogy Magyarország politikája miatt nem kapják meg a... Nem politikája, a demokrácia leépítése miatt, a korrupció miatt. A felfogás, a politikai irány miatt. Hát, hogyha pénznek az ellopása egyfajta felfogás. Milyen ellopás? Te miről beszélsz? Hát az Olaf nagyon sokat beszél erről, és az Európai Ügyészség is nagyon sokat beszél erről. Magyarországgal jobb a kapcsolata az Európai Ügyészségnek, mint azokkal a tagországokkal, akik tagjai az Európai Ügyészségnek. Igen, sokkal jobb az együttműködés a magyar ügyészséggel, mint például a szlovénnel, vagy a lengyellel.
Igen, igen, bizony, biztos nagyon jók a tíméreznek, aztán utána, amikor mondjuk a miniszterelnök vejével... Mondja az Európai Ügyészség vezetője. Mikor aztán a miniszterelnök vejével szemben kell intézkednek, akkor hirtelen a Magyar Ügyészség nem intézkedik, és hirtelen azok az eljárások megszakadnak, és a semmibe, és a semmibe, van, semmibe van kitolódnak. Van olyan jogi lehetőség, hogy tovább lehet vinni ügyeket. Ez a pót magánvád. Ezt javasolta a Magyar Ügyészség vezetője is az Európai Olafnak, vagy az Európai Ügyészségnek, hogy Magyarországon bizony léteznek azok a jogi lehetőségek. Pótmagánvádat csak érintettek. Pont, egyébként hát az Európai Unió. Pontosan azon négy elemek egyike, amelyeket Navas és Tibor felhozott, amilyen Magyarország hajlandó változtatni, ami szerintem egyébként semmi ahhoz képest, amit valószínűleg az Európai Unió szeretne. Tehát szerintem ez még nem is igazi politikai tárgyalási alap, de az egyik pont ez az, hogy ezeket az ügyeket egyébként tovább lehessen vinni, mert ezek az ügyek most éppen blokkolva vannak. Valójában Navas és Tibor beismerte. Miatt nem jönnek ezek a pénzek. Navas és Tibor elmondta, hogy ez hülyeség. Amit a gazdaságért felelős Navas Európai Tibor biztos, Navas ezt elmondta februárban az Európai Parlamentben. Ez a kampányban nagyon jól hangzott, és el lehetett mondani milliószor, de az ott Navas és Tibor, meg egyébként Varga Judit is elmondta, hogy ez hülyeség. Tavaly nyáron született ez a törvény, addig tárgyaltak az Európai Bizottsággal a magyar képviselők, a magyar tárgyaló delegáció, és ahogy megszületett ez a törvény, Európai Bizottság megvonta ezt a támogatást. Ez a kampányban nagyon jól hangzott, és millióan beszélgetésen vettem részt veled is, meg más kitűnő kollégával ezzel kapcsolatban. Akkor is tudtuk, hogy hülyeség, akkor is tudtuk, hogy hazugság. És akkor a kormányzat még relatív feszesen kommunikált ebben a kérdésben. Most már Navas és Tibor, illetve Varga Judit is bevallotta, hogy ez valójában nem igaz. Nyilvánvalóan ezeknek a bevallásoknak, hogy mondjam, szerepe van abban, hogy a tárgyalása az tudjon tovább menni. Ügyekért. Te Origót olvasol fel? Európai Unió biztos. Már. Az EU tagországok pénzügyi keddi ülésén, ez februári ECOFIN előtt beismerte, az Origó nem számít hiteles hírforrásnak, az azért azt kezeljük oktatási helyén. Oktatási diszkrimináció miatt tartja vissza a koronavírus járvány utáni helyreállítást célzó Magyarországnak járó pénzösszeget. Nem csak az Origó jelent meg másodikban. Én javaslom Navas és Tibor múlt héten tett ezzel kapcsolatos, és Varga Judit múlt héten tett ezzel kapcsolatos nyilatkozatát elolvasni. Most nem keresem el akkor a telefonomon. Ez lesz a házi feladat a hallgatók számára, mert lejárt a műsoridő. Szomorú. Sajnos hallgatnálok benneteket tovább. Pindrok Tamás, Pulai András, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm én is.